Sziasztok! Hoppá. Sziasztok! Most látom, hogy megy a videó. Hát nem gondoltam, hogy ma feljövök. Tegnap amúgy is sokat szerepeltem, sokat mondtam a magamét. Megnézem, hogy mennyien lesztek, ezt úgyis fel fogom tölteni a YouTube-ra, csak én mindig itt elmondom, előbb és utána töltöm fel. Látom, hogy nagy a sötétség. Nagy a sötétség. Nem azt mondom, hogy már vagyunk. Nem azt mondom, hogy az emberek rosszak itt a Facebookon, de sötétek. És akármennyi videót teszek fel, egyszerűen nagyon kevés ember érti meg, amiről beszélek. Az isteni tervet, hogy miért vagy itt, mik a te emberi minőséged, és mi az, ami már nem emberi minőségnek minősül a teremtő szemébe. Hát azt látom, hogy újabb szurkoló táborok alakulnak ki, hajrá Izrael, nem is mondom inkább ezeket, hanem hajrá az egyik csapat, hajrá a másik csapat, ugyanúgy, mint a másik háborúnál, hajrá az egyik csapat, hajrá a másik csapat. Azért írtam, azért dobtam fel a zászlót, mert kíváncsi voltam amúgy a reakciókra, mert én már sok videót csináltam, hogyha ember vagy, minőségi ember vagy, a teremtőhöz méltó ember vagy. A családodat véded, és békét akarsz. Az, ami itt megy a Facebookon, ezt komolyan mondom, gyűlölködésnek legfelsőbb foka. Mindenki elmondja a saját véleményét, mondom a saját véleményét arról, hogy kinek kellene győznie, ki a szemét, ki a jó, kinek van igaza, és kinek nincs igaza. Egy szó szerint odaírja, hogy ennek a csapatnak van igaza, annak a csapatnak van igaza, mert ezek, hát figyeljetek, emberi életekről van szó, értitek, áldozatokról. Lehetnél te is, meg a te gyermeked is, meg a te anyád is, a te hozzátartozód is. Így messzi távolból nagyon jól lehet szurkolni szerintem, ugye? Elmondani, hogy eznek van igaza, annak van igaza. Senkinek nincs igaza. Itt arról van szó, itt nem igazság van, itt gyilkolás van. Itt egy olyan tervbe veszel részt, a sötétség miatt, a tudatlanságod miatt, hogy hozzásegíted a másik oldalt, aki az emberiség ellen van, aki az emberiség minőségét biorobottá akarja beformálni, olyan szinten erősíted a gyűlölködéseddel, a félelemkeltésekkel, a szurkolásoddal olyan energiákat gerjesztesz, hogy ezek a démonokat táplálják. Tudjuk mivel, ugye? Minél tovább megy egy háború, annál több ember áldozat, emberi rituálé, ember vér fog folyni a démonoknak. Őket erősíti. És te még szurkolsz is, lealacsonyodsz egy démoni szintre, és csámcsogsz, ha egyik csapat vérzik el, csámcsogsz, ha másik csapat vérzik el, és nem veszed észre, hogy igazából te fogsz elvérezni. Te, a családod, a hozzátartozóid. Egyszerűen
Nem tudom, hogy hol tart, hogy tartunk még itt. Annyi ilyen társam van, mint én. Annyi ilyen ébresztő van. Széjjel vagyunk szórva a világon. Minden nyelven nyomjuk. Én ezt a gyűlölködést, ami amúgy itt megy a magyar nyelvű Facebookon, soha sehol nem láttam. Pedig vannak angol ismerőseim, azoknak is látom a posztjaikat, a németeknek is látom a posztjaikat, külön német Facebookom is van, tehát német nyelvű embereknek. Nem értem. Nem értem, hogy mi történik a magyar nyelvű emberek között. Valami féle kép minden áron le akar csúszni. Egy alacsony rezgés szintet vesz fel. És nincs az az Isten már, aki őket felemelje. Tehát komolyan mondom, elmondtam, az emberi lény, a minőségi, isteni emberi lény, ő egy együttérző, ő egy kreatív, spirituális, spontán, szociális, hallod, minden, ami te nem vagy most. Szociális ember, minőségi Isten ember, aki a démonokkal, az alacsony rezgésszinttel még véletlenül sem érintkezik. Mert hisz a jóban, békét kíván, és a családját védi a nehéz időszakokban. Nem otthonról röfög, írogat befele, hogy hajrá Izrael, mert Izraelnek van, megint mondom, mert ennek van pozitív, tehát ennek van az igazság a kezébe, ők mondják a tutit, ők csinálják a tutit. Figyelj, vannak, ha átgondolod, mindenfajta féle emberben van ilyen is, meg olyan is. Azért, mert most az egyik pajeszos, az nem biztos, hogy cionista. Tehát gondolkozzunk el. Tehát van egy csapat. Lehet, hogy legtöbb ilyen pajeszos. De ez nem az egész országukra vonatkozik, és az egész országukban élő emberekre vonatkozik. Az megint más dolog, hogy ezek most rohannak kifele az országukból, és ellepik Magyarországot, meg szerintem én láttam már a háború előtt is mentek az ukránokhoz, ott volt a repülőtéren a rengeteg, és olyan magyarázat alatt mentek ki, hogy pont most van egy, mit tudom én, milyen halottak napja, és az ott lévő halottaikhoz mennek, mert ezt eddig is csinálták. Ez most ám nem arra ment ki, hanem tudták, hogy mi fog történni. Ugyanúgy, hogy tehát ez az egész egy, vegyétek már észre, először jön a szuri, féljél, rezegj alacsonyan, tápláljad a démonokat. Tápláljad a transzhumán oldalt. Közben meg vegyed az adást, mert tele vagy grafénnal. Aztán az már nem jön be. Hát akkor most valami mást kell eljátszanunk. Jó, hát akkor most csináljunk egy kis emberi rituálét. Mindenki jól jár vele, elvérzik ez, elvérzik az embereknek, az embere, vagyis az emberek nagy része meghal, tehát elfelejtettem ezt a szót magyarul. Népirtás megvan, egyre kevesebben legyünk, és a többség meg hadd féljen, zabáltatjuk a démonokat az asztrális, alacsony asztrális síkon, és tehát ha te gyűlölködsz, ha te félelmet gerjeszt el, ha te, mert már olyanokat is láttam, hogy őrre mennek be, nekem van igazam, neked van igazad, ennek a csapatnak van igaza, annak a csapatnak van igaza.
ez játsza meg most a háborút, az játsza, ez teljesen mindegy. Arról van szó, hogy békét kell akarni, meg a családodat kell megvédeni, mert a te szívedből generálsz mindent. És hogyha a te szíved, mert elmondtam már, hogy a te szíved a te teremtő erőd. Hallgass meg a videóimat, hogyha nem tiszta a sor, vagy hallgass meg mást, aki szimpatikusabb, mert én már lassan nem leszek nektek szimpatikus, az is biztos. A szívedből generálod a teremtő erődet. A teremtő erőd, ha a szíved és a tudatod rendben van, nagyobb. Megkapod az isteni szikrát, és a te sorsodat itt a földön szerencsésen tudod alakítani. De nem csak a tiedet, hanem a környezetedét is. Mert ahogy bedobok egy követ, ahogy a hullámok körbe-körbe hullámoznak, úgy fogod a boldogságodat körbe-körbe átadni másoknak, meg a tudásodat, hogy hogy szerezted meg. Tehát ebből úgy tudsz kijönni, befejezed a drukkolást egyik csapatnak, másik csapatnak, nem foglalkozol vele, kinek van igaza, lásd magad előtt a véres áldozatokat, és könyörögj békéért. Ez a te emberi minőséged. Itt tudod megmutatni. Hát örülök, hogy meghallgattatok. Egy csodás estét és jó gondolkodást. Akinek meg nem ing, az nem veszi magára. De úgy látom, hogy itt elég sok ing felkerül még ma. Szívecske, puszika, puszika, puszika. Lehet, hogy jobb lett volna, ha nem jövök be egyeseknek. Azt öröljön majd le. Sziasztok!